1905. április 11-én született a posztumusz Kossuth és Baumgarten díjas magyar költő József Attila. A magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakjának születésnapján valamennyi településen irodalmi rendezvényeket tartanak. A Nyíregyházi Laborkaféban 24 órás felolvasást szerveztek. Április 11-én 0 óra 1 perckor indítottuk a rendezvényünket, és ma éjfélig folyamatosan várjuk azokat, akik szeretnék a kedvenc versüket egy kávéra vagy egy forró italra beváltani itt a Laborkaféban. Tényleg mindenkit várunk, nagyon-nagyon színes programokkal, borkóstoló, a helyi színművészeknek a közreműködése várható még a mai nap során, és hát meglepetésekkel is készülünk az este folyamán még. Adi Endre, a magyar messiások. Sósabbak itt a könnyek, s a fájdalmak is mások. Ezerszer messiások, a magyar messiások. Ezerszer is meghalnak, s üdve nincs a keresztnek, mert semmit se tehettek, ó, semmit se tehettek. Az Évisz 11-es diákjai napok óta készülnek a költészetnapi versmaratonra, a legtöbben Ady Endre és József Attila verseket olvastak. A Nyíregyházi Évisz iskolából érkeztünk, a osztályfőnökünk segítségével sikerült felkészülnünk erre a versmaratonra, és én egy Ady Endre verset fogok elmondani. A közösségi térben ma éjfélig várják a baráti társaságokat, osztályközösségeket és önkénteseket, hogy kedvenc versüket olvassák fel a Magyar Költészet Napja alkalmából szervezett versmaratonon.